Szép estét kívánok! Újra úton az olimpiai fáklya. Ez most kivételesen nem a fehérvári beszélgetések munkacíme, a mai beszélgetésünk munkacíme, hanem nagyon is a valóság, hiszen valóban újra úton lesz az olimpiai fáklya, mégpedig Sárbogártól Tokióig, hadd mutassam meg ezt a vaskos kötetet, és remélhetőleg számtalan bejegyzéssel bővül, hiszen itt van velünk Kovács István, akit már ismer országszerte jószerivel mindenki, tisztelettel köszöntelek. Én is. Akinek ez a küldetése, ez a missziója, hogy futó célzattal közelít meg egy-egy sporteseményt, vagy legyen szó Mikulás ünnepségről, Mikulásról, Nyusziról, vagy bármiről. Erről fogunk beszélgetni, hiszen Sárbogától Tokióig 2020. január 30-ától 2020. július 15-ig, tehát a tokiói olimpiai játékok megnyitójáig tart ez az út, és hát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy honnét jött a gondolat, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy már gyermekfővel azt tűzted ki magad elé célul, hogy egyrészt olimpiai bajnok légy, másrészt pedig juss el olimpiára. Olimpiai bajnok nem lettél, olimpián viszont jártál, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy több olimpiát is el tudtál érni még hozzá olyan szinten, ami azt gondolom, hogy minden ultrafutónak, minden gondolkodó, sportkedvelő embernek a dicsőségére válik. Igen, igen, tehát a gyermekkori álmok adok nagyon sok oldalak tudnak lenni, és ugye az ember gyerekként álmododik, és ad a jó, és azt kívánom minden gyereknek is, amikor a programokkal megyek, hogy tűzzenek ki célt maguk elé, és akkor már boldogok lesznek. Visszatérve az olimpiai fáklya, újra utána az olimpiai fáklya programhoz, ugye 2008-ban Kínában fáklya futó voltam, és az a csodálatos 200 méter, ami ott nekem megadatott, már akkor, és repülőgépen is ülve hazafelé, és hát folyamatosan adóta is adon vagyok, hogy minél többen kézbe foghassák az eredeti olimpiai fáklyát, amit megkaptunk ajándékba, és valamilyen módon, programmal átadni azt, amennyire csak lehet, mert azt valóban talán nem lehet, mert az annyira vér profi volt és olyan csodálatos, de valamilyen módon megadott és megadattasség elsősorban a gyerekeknek, ifjúságnak, akiket a program meg szokott szólítani, de bárkinek, mert a napló ugye mindenki igen. Felé. Erről fogunk beszélni, ezt. De mielőtt ugye te a másik olimpiát mondtad, tehát Pekinget, ahol fáklyafutó voltál, igen, de hát előtte igen. Már 92-ben, tehát 28 esztendeje Barcelona távolságot is megtetted, ami nem több, nem kevesebb, mint 2300 kilométer. Igen, igen, igen. Az volt az első. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, hogy ez megmaradt mindenképpen? Hát így utólag már úgy mondom, hogy merész vállalkodás volt, de nagyon sok kilométer a lábaimban, és egy barátom még annak idején, hogy a Duna TV-nél dolgozott, és ő mondta, hogy hát miért nem futsz ki Barcelonába ennyi kilométer a lábadban, mert mindig, úgy elmondtam neki, görögországi turista úton voltunk, ott találkoztam vele, hogy sok-sok ilyen ötletem lenne, aztán ő ezzel előhozakodott. És ugye jött a barcelonai futás, hát hatalmas élmény volt, több országon át futva, és a célba érkedéskor két cél volt úgymond, állomás. Hát a fő cél nekem a Columbus szobor, oda érkeztünk meg, de előtte a honvédségi katona váltóval egy napon érkeztünk meg a múzeumkertbe, és ott volt a magyar himnusz, feljátszották, ugye spanyol futókkal együtt értünk be, ott Schmidt Pál úr fogadott, a MOB vezetői, meg még nagyon sokan mások, honvédelmi miniszter a spanyolok részéről, de maga adott nagyon csodálatos volt. Ugye az emberek többsége azt gondolja, hogy mert általában erről kap hírt, hogy ez egy ünnep, a megérkezés az ünnep. Ehhez viszont nagyon sok olyan hétköznap kell, olyan edzések, amely lehetővé teszi, hiszen a 2300 kilométer az elképzelhetetlenül sok, sokszorosa a 42.195 méteres igen, maratonnak igen, például. Igen. Mennyit kell edzened naponta? Hát mert hogy kerékpárral, tegyük hozzá, hogy kerékpározol is, kerékpárral és futásban is edzel.
Most már a futás az nem annyira dominál, kerékpárral megyek nagyon sok helyre szervezni. Ma is úgy jöttem, hogy Hantosig jöttem a polgármester asszonyhoz tárgyalni a program kapcsán, ott van a biciklim, majd hazafelé azt mondjuk tovább vissza, meg egyáltalán azzal járok. De annak idején a heti 240-250 kilométerek megvoltak, és arra is törekedtem, ugye az interval, meg egyéb fartlekféle edzések, tehát a minőség edzések mellett, meg egyáltalán a kilométer szám nőjön, és akkor lehet elnézést még mellett, ami nagyon fontos, ugyanúgy fontos a szíhés felkészítés. Tehát erős legyek szíhésen, mert hiába vagyok erős fizikailag, hogy a szíhésen ezt a terhelés, sorodat terhelést nem bírom. És ezzel együtt lehet ilyen távnak hozzáállni és teljesíteni. Igen, de nehéz példaképnek lenni néha. Igen. Eljutunk Tokióig, ígérem, de egy kicsit még beszélgessünk a Mikulásról és a nyuszi futásokról, hiszen mindkettő hozzád kötődik. Finnország például nagyon sokat köszönhet abban az értelemben neked, ahogy Magyarország is, hogy az igazi finn télapot is te ismertetted meg, ha úgy tetszik, Magyarországgal. Igen, igen. Tehát akkor visszakanyarod egy picinkét Barcelonához. Barcelonai futás után, amikor még hazaérkeztem, már akkor, de már előtte is nekem még gyerekként is, de ugye egy ilyen teljesítmény követően azt gondoltam, hogy Medőfalván kialakítok egy nagyon szép sportéletet, nagyon sok gyereket megnyerve a mozgásnak, akinek utána az élete megváltozik, azt hiszem, most részletesen nem kell mondanom, hogy micsoda értéket jelenthet. És ott 6-7 éven át foglalkoztam napi szinten gyerekekkel, mondjuk megmondom őszintén, mai napig sem bevő a település ezekre a tevékenységekre, aztán nyitottam, jött a gondolat, hogy mi lenne, hogyha máshol megpróbálnám, és jött az ötlet, hogy legyen Mikulásfutás. És megkerestem 13 települést, akkor még ugye Ercsitől erre Nagykarácsonyig, és az első alkalommal már 13 településen, nagy-nagy nyitottsággal, mellszélességgel mellé álltak a programnak, és volt az első Mikulás futás, és most már majd 25. lesz év végén, 25 éve. Aztán jött tavasszal a másik, egy kedves ismerősöm mondta, hogy Pisti, hát miért nem tavasszal meg a nyuszi futás? Ó, mondom, tényleg igazad van, és akkor úgy jött a nyuszi futás, és ezeket a programokat aztán évről évre megtöltöttem tartalommal, környezetvédelmi, állatvédelmi programokkal, az egészséges táplálkozás, például tavasszal a nyuszival majd szólják a gyerekek, nagyon aranyosak, tündériek a sárgalépát, káposztát, karlavet, tehát jó ízen ropogtatják, fát ültetünk Mikulás futásnál a gyerekekkel, ugye a állatvédelmi ilyen madáretetőket feltöltjük magbakkal, tehát ilyen programokat is, jótékony célok vannak. Igen, tehát, ezt szerettem volna kérdezni, igen. Hiszen nem álltál meg itt, hanem számtalan olyan jótékonysági rendezvényen veszel részt, ami felhívja a figyelmet arra, hogy mi mindent lehet tenni. Ilyen, ha úgy tetszik, egyszerű eszközökkel azért, igen. Hogy valakihez eljutson a segítség. Igen, igen, igen. Hát ezeket már úgy felsorolni sem tudnám, mert ugye meg úgy teszem, hogy nem is azért, hogy utána az a lényeg, hogy tudtam segíteni, ugye most a Vajdaságban is évek óta járok ki, nagyon sok adomány gyűlik, nagyon sok településen nagyon nyitottak, segítőkészek, például Abán is számtalan alkalommal, de sorolhatnám egyébként, csak ne, hogy megsérüljön. Igen, hát a Fejér megyei települések száma felsorolhatatlan. Ugyanakkor fontos, hogy a határon túlra is eljutsz. Igen. Ki van a segítségedre? Egyáltalán hogyan tervezel meg egy ilyen utat? A maga a vajdasági útnak a kialakulása az úgy történt, hogy én 2010 őszén írtam több határon túli településnek is, Magyar Kanizsa városának is, és onnan jeleztek, hogy örömmel fogadnának. Aztán így került képbe online oldalon Dávid Kittike, tündéri kislány, aki itt Fejérváron és megyénél, a Városháden is vendégül látták többek közt sok-sok településen, akinek agytumora volt. És én azonnal jeleztem a polgármesteri hivatalnak, hogy a családnak amennyire lehetőségem adja, szeretnék segíteni, és meg is jött a kapcsolat, és már akkor év végén egy Suzuki Ignis kocsi, az teljesen teli volt játékokkal, és a Kittikének külön ajándékot vittünk, volt egy kis fotóalbum is, abban voltak sok-sok jó kívánságok, óvodáknál, iskoláknál gyerekek írtak bele, hogy jobbulást kívánunk Kittike, meg stb. A tündéri volt
nagyon megható mondatokat olvashattak bárki, és akkor így jutottam el 2011. december 7-én, még ma is tudom a napot, és adóta is hát úgy járunk össze a családdal, mint a legjobb rokon vagy testvér, még annál is talán jobb, már sokszor voltak nálam is, és ők is ott segítenek megértem szervezni, és most már Vajdaságban általában 15-18 településre jutok el, és ezután is szeretném megköszönni Székesfehér polgármester urának, alpolgármester úrnak a hathatós támogatást, mert bármilyen segítséget kérek tőlük, azonnal segítségemre vannak. Mi a személyes tapasztalatod? Megérinti az embereket a baj? Szívesen segítenek? Melléd állnak? Igen. Tudnék mondani egy sokat, csak most ami éppen bevillant, éppen Kulcson volt a Mikulás futással, akkor ott ezen a nagy kivetítőn, ami most már divat, nem tudom, hogy is hívják, tablet, de a nagy elektronikus, ott levetítésre került a kitékéről szóló film. És egyszer csak a futás végén, amikor megvolt a vetítés, a gyerekekkel mentünk vissza az iskolát, és oda jött mellém egy harmadik osztályos kislány. De hát még most is úgy visszacsengenek a szavak, ahogy elmondta, hogy Pista bácsi, én úgy szeretnének a kislánynak segíteni, elmondom otthon anyukámnak, és majd fogok küldeni olyan plüss meg játékokat, de azok a mondatok olyan meghatóan és olyan őszintén a gyerekektől persze természetesen, és hát ilyenekben nagyon sokszor részesültem, és ezek nagyon jó érzéssel töltenek el. Igen, hát ez megerősítést ad mindenki. Igen. Tudjuk, igen, hogy a baj óvatatlanul is könnyebben megnyitja a könyvcsatornákat, de azért jó, ha van, aki mellé áll az ügynek, mert ez ügy részedről, igen, mindenképpen. Igen. No, megérkeztünk a Tokiói olimpiához, helyesebben először Sárbogárdhoz, mert hogy Sárbogárdtól Tokióig tart ez az út. Ki volt az, akinek először felvetetted, hogy ez a szándékod, és hogy kezdődött ez az egész? Azt tudjuk, hogy esztendőről esztendőre, illetve 4 évente ezt megpróbálod, most viszont valósággá válik, vált. Úgyhogy igen, nézzük meg a kezdetektől, hogy kit kerestél meg ez ügyben. Dr. Sükös Tamás polgármester úrral kitűnne a kapcsolatom, amióta ő a polgármester, most mondhatom, a harmadik ciklusát tölti. Igen. Mindenre nyitott, bármikor átmegyek, igen sokat megyek át biciklivel, hogyha éppen ott elérhető, akkor 4-5 percre is, vagy még többre is átbeszéljük a lehetőségeket, és mindenféle akár legyen bármilyen nyuszi Mikulás futás, vagy olimpiai futás, mert már ugye több alkalommal volt a riói játékok előtt is, és a Pyeongchang előtt is, ő ad kocsit, sofőrrel végigjárjuk a kistérségi településeket, iskolákat, óvodákat, önkormányzatokat, és most is ugye felmerült a lehetőség polgármester úr felé, és ő azonnal nyitottsággal nyitott volt a lehetőség iránt, és aztán hát így megkérdeztem tőle, hogy szeretné, hogy úgy szerepeljen a főcím, hogy Sárbogártól Tokióig, azt mondta, hogy örömmel venni. Egyértelmű, hiszen ebben a kötetben ez még üres majdnem, egy fotó van benne, igen. Viszont üdvözletek, üzenetek olimpikonjainknak, én azt hiszem, hogy ezek csoda pillanat lesz, amikor majd elolvassák, de nézzük meg, és most belelapozok a részletes programot. Ugye az alap, hogy futás az olimpiai játékok tiszteletére, tehát igen, ez egy fontos dolog. Igen. Emlékfaültetés a nap emlékeként. Erre mikor és hogyan kerül sor? Ez adott helyszíneken ki mennyi fával gondolja szebbé tenni a napot. Ugye természetvédelem az mindig is aktuális, fontos, és meg a többi programok során is ez nagyon-nagyon jól úgymond mondjuk működött, és ezzel is kicsit színesítve a programot. Élménybeszámoló a kínai fáklyafutásról. Ezt úgy képzeljük, hogy meghívnak téged, és akkor elmeséled a teljes történetét majd? Ez csak egy kicsit a nyúlfarknyi pár percben kicsit azokat a véleményeket átadnám, amiben ott részesültünk fáklyafutók, de ez is a programnak része lesz.
lesz akkor. És akkor a harmadik programpont, illetve negyedik immáron, olimpiai kvíz az ókori-újkori játékok történetéről. Igen. És Japánról. Ugye ez nagyon-nagyon fontos, hogy 1896-tól mi történt, azt helyek közel tudjuk. Igen. Ugye Japánban már volt 1964-ben, Tokióban egy nagyszerű Pézsa Tibor. Meg ugye téli játékok is volt. Már többé, téli játék, igen. Meg számtalan. Ugye Pézsa Tibor kardvívónk győzelmére nagyon is jól emlékszünk, és a többi fenomenális magyar sportoló sikerére nem különben. És az ókorit miért gondolod, hogy meg kell ismerniük a fiataloknak egy ilyen kvíz formájában is? Én azt gondolom, és minden emberben fel kell, hogy merüljön, én legalábbis így gondolom, hogy akkoriban, hogy ilyen csodálatos dolgot kitalált az emberiség, és amit több ezer éven át folytattak, és ahogy most is majd a napokban, csütörtökön fogják meggyújtani olimpiában a dompiai lángot, hát ez maga a csoda, és arról szerintem ugye tanulják, és a gyerekek tanultuk mi is, és erről is azért jó, hogyha tudunk, milyen sportágakkal versenytek annak idején, és stb. De maga, hogy abban a korban, hogy már ilyen csodálatos sportesemény, vagy emberiségnek egy eseményét megalkották, létrehozták. Készült egy molinó, amit nem tudtunk behozni, mert nagyobb, mint a stúdió. Ez honnét jött a gondolat, és ezt hol fogod elhelyezni? Ez is a programnak a része lesz. Hát most egy kicsit már szárnyalok sokszor a gondolatom, és a hantas polgármester asszonnyal beszélgettük, meg már többeknek felvetettem, hogy nem csak egy, hogy mondjam, valamennyi részvevővel lesz egy futás szeretnénk, hanem úgy is, ahol majd meg lesznek a lehetőségek is, ilyen 200 méterenként égő fáklyával a településen, vagy a két település között, ahol nem nagy forgalom, például ugye a hantos nagylók között ez megvalósítható, és az egy gyerek elmondhatja, hogy ő 200 métert vitte a fáklyát, majd felnőtt korában. És természetesen eredeti, illetve a kísértetesen hasonló fáklyáról van szó. Azzal az eredeti olimpiai fáklyát, meg mindenhol magammal viszem, azzal meg lehet egy emlékfotót készíteni, és a molinó arra a céllal is készült. Tehát ez egy egyéni kezdeményezés, de nagyon is a közösséghez szól, hiszen a megszólítod közösségeket, fiatalokat, és így tovább, ugyanakkor egyfajta küldetés, hiszen megint lesz támogatói gyűjtés, ezúttal a leukémiás gyermekeknek gyűjtesz. Igen, igen, igen. Én arra gondoltam, hogy ugye Veronikáik akkoriban nagyon nagy bajban voltak, nagyon-nagyon sok segítséget kaptak, és azóta viszont Veronika azon van, a Kitike, hát a tündéri, a kislány még most 8-as, de minden évben Nyuszi Mikulás, vagy bármilyen alkalommal a Szabadkai Kórházhoz is megyünk, vagy közösen, vagy ők maga a család, és visznek ajándékokat, és a környéken, Vajdaságban is nagyon sok ilyen rászoruló, tehát betege, és betegséggel küzdő, és hát bajban ugye szülők sokszor nem tudják, hova forduljanak, akit Veronika nagyon sok jó tanácsot tud szolgálni, és őket szeretném segíteni. Nos, kezemben tartok egy A4-es lapot, amelyre egy ifjú hölgy írt egy bevezető gondolatsort. Ha gondolod, ebből felolvashatnék? Persze. Csak hogy a nézők is tudják, hogy miként lehet megfogalmazni azt a küldetést, ezt már sokatszor mondom, mert de valóban annak tekintem. Tehát így hangzik ez, hogy jobb adni, mint kapni, sokszor halljuk a már közhelyi koptatott mondást, de Kovács István gyakorlatilag egész életével szolgál erre bizonyítékul. Minden fillért, amit sikerül felhajtania, azonnal soron következő jótékonysági rendezvényére fordít, legyen az télen a Mikulás futás, vagy tavasszal a Nyuszi futás. Immár évtizedek óta rója fáradhatatlanul elsősorban Fejér megye útjait, de eljutott már a határon túli magyar településekre is, hogy mindenhová elvigye az olimpia hírét, hirdesse a futás, a mozgás élményét. Már réges-régen nem a versenyek motiválják, nem az érmek megszerzése, hanem hogy a gyermekekkel együtt futhasson, inspirálja őket a sportra, vagy egyszerűen a jóra. Nos, ezek gyönyörűséges szavak, egy kicsit elérzékenyültél, azt látom. De minden egyes mondat, minden egyes szó valóság. Valóban a közért való munka az, ami motivál. Igen, tehát számtalan eseteket tudnék, sokszor emlékeimben, ugye 25 év az 25 év,
hogy mennyi csodálatos pillanatoknak részese voltam. Volt például egyik éven egy nagy vállalatnak az igazgatójával beszélgettünk, ugye megkeresve őt, és valahogy úgy a beszélgetés során szóba került, hogy Tibor, szerinted ki a gazdagabb, akinek sok milliója van, vagy amit én kaptam a gyerekektől. Éreztem, hogy érti, és azt mondta, hát igen, igen. Hogyan tovább? Ma itt vagy, itt voltál Székesfehérváron tehát, de hogy folytatódik a felkészülés? Most adom vagyok, hogy minél hamarabb bejegyzésre kerüljenek az előszavak, a köszöntők a napló elejében, és utána már teljes gőzzel július 15-ig folytatódik a program. És mikor indulsz el valódin, tehát a futásra, hiszen azt nyilván sokan szeretnék figyelemmel kísérni. Ez, ahogy az előszavak elkészülnek a köszöntők, én azonnal már bárhol, tehát megkapom a segítséget a polgármester úrtól Sárbogárdon, és már a Sárbogárdi kistérségben a településeket fogom elsősorban, akik legközelebb vannak. De például múlt héten voltam kedden a Rákóczi Szövetségnél, elnök úr fogadott, már meghívást kaptam, június 6-án lesz Berettyóújfaluban 1000 fős ifjúsági és gyermektábor számára tartok majd ott is programot, és még a nyár folyamán többször, és hát remélem az országos médiának is köszönhetően az ország számos pontjaira is majd eljutok, mert ez a terv. Milyen üzenetet fogalmaznál meg mindazoknak, akik még nem döntöttek, hogy támogassanak téged, vagy sem, illetve természetesen a leukémiás gyerekeket? Hát úgy gondolom, hogy közel 400 iskolához eljutva, de nem is így kell tenni meg, hogy én úgy gondolom, egy nagyon jó ügy, rengeteg gyermeknek nyújthat örömet ez a program, de nem csak gyermekeknek, mert a napról nyitva áll akár tűzoltóknak, munkai közösségeknek, bárkinek tulajdonképpen, akik üdvözleteket, jókívánságokat szeretnének küldeni a sportolóknak, hogy minél több helyre juthassak el, és minél könnyebben, hát ezt tudnak támogatni, segíteni. Ez pedig minden olimpiai aranyéremnél többet ér? Hát én úgy gondolom, igen. Egyetértek egyébként. Tehát kedves nézőink, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Kovács István ismét teljesíti azt az utat, ami Sárbogától Tókióig tart, tehát július 30-áig az olimpiai játékok megnyitójáig. Ha tehetik, kérem segítsék, hiszen ez egy olyan küldetés, amely mindannyiunk javát szolgálja ebben a felgyorsult 21. században. Emberközpontú történet, és köszönöm szépen, hogy ahogy megvalósítod. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Kovács István volt, a műsor címe pedig Újra úton az olimpiai fáklya Sárbogártól Tókióig. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!